Aha, igen, jó. Igen. Na, kezdhetitek. Júli, mi volt ez ma? Hát, mi úgy gondoljuk, nem, azzal kezdem, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Nagyon-nagyon-nagyon jól esett, hogy ilyen rettenetesen sokan gondoltatok ránk, és velünk voltatok, és folyamatosan rezgett az összes telefon, ami nálunk volt. Állandóan kaptuk az üzeneteket, a drukkolást, a szorítást egész nap, és igazából már hetek óta. És elsősorban ezt szeretném megköszönni, hogy tényleg velünk vagytok, szerettek minket, gondoltok ránk, hogy végignéztétek a műsort, és szavaztatok, és valahogy úgy érezzük, hogy talán ennek a zenének, ami tényleg szívből jövő, és teljesen kompromisszummentes, van létjogosultsága itthon, és ennek ti vagytok a legfőbb bizonyítéka és letéteményesei. És ezért vagyunk különösen boldogak ma este, mert valahogy az derült ki számunkra, hogy ti szeretnétek, hogyha jó zene szólna innen, onnan, rádiókból, tévékből, és szeretnétek minket egy ilyen nemzetközileg is és nemzetileg is fontos ügy szimbólumaiként. De jó lenne beszélni, nem ezért szerettek. Szóval, hogy sok minden van ma mögöttünk, össze-vissza is beszélünk már, de nagyon boldogok vagyunk szimbólumai. Jövő héten, és ez fontos tudnotok, ti lesztek azok, akiknek az SMS-ei alapján összeáll egy sorrend, és az első négyből fogja a zsűri kiválasztani azt az egy darab előadót, illetve produkciót, akik Bakuba utazhatnak. Tehát ennek az egésznek az a lényege, hogy ezerrel kérlek, hogy küldjétek az SMS-eket nekünk, mert nagyon nagy szükségünk van rátok, és szeretnénk érezni a szereteteteket, és szeretnénk, ha ti is tudnátok, hogy gondolunk rátok, és tiszta szívből köszönjük, hogy vagytok. Köszönjük. Még egy mondat erre.